Erdély egy hatalmas szabadtéri múzeum, jegyezte meg egyszer valaki nagyon találóan. Ma, március 15-én induló sorozatunkban, hatalmas szabadtéri múzeumban nézünk körül. Jó 300 esztendővel ezelőtt, amikor az utolsó erdélyi fejedelem, Apafi Mihály halálával az osztrákok megszerezték maguknak Erdélyt, hozzáláttak a tartomány fővárosának, Gyulafehérvár várának megerősítéséhez, a modern hadászati szempontok szerinti kiépítéséhez. Nagy munkálat volt, 1715 és 1738 között tartott, azaz 23 esztendeig épített. Ennek nyomait látjuk ma is. A Habsburgok büszkék is voltak erre a hadmérnöki létesítményükre, olyannyira, hogy az ősi Gyula Fehérvárát ettől kezdve Károly Fehérvárnak kezdték nevezni. Tekintve, hogy amíg itt az építkezés folyt, Bécsben harmadik Károly király uralkodott. A katonasággal megrakott és persze fegyverekkel, hadianyaggal jól ellátott vár az osztrák hadsereg egyik legerősebb erdélyi támaszpontja lett. Egy évszázaddal később, az 1848-49-es szabadságharc idején, amiután Bem József vezette szabadságharcosok a Kárpátokon túlra űzték az Erdélyben tanyázó osztrák csapatokat, jó szerint csak Károlyfehérvár erődje dacolt még a honvédekkel. Bem tábornok természetesen elrendelte az ostromot. A várat körülvették. Hanem tekintve, hogy az osztrák várvédőket a közeli hegyekből Ávram Jánko Mócai is hathatosan támogatták, az ostrom nem járt sikerrel, a vár osztrák kézen maradt. Mindebből, ami ma is látszik, az a gyulafehérvári székesegyház falán a honvédek ágyúgolyóinak a nyoma. Ami hallatszik, pedig nem csatazaj, hanem a székesegyházat javító kőműveseknek a kopácsolása. Hanem még van valami a gyulafehérvári várban, ami az 1848-49-es szabadságharca emlékeztet. Egy valódi emlékmű. Alapkövét maga Ferenc József császár rakta le 1852-ben, amikor erre járt. Az emlékművet Ludwig Losenau osztrák lovassági ezredes tiszteletére emelték, aki 1849. február 9-én a Piski csatában elesett. Ő volt különben a legmagasabb rangú osztrák tiszt, aki a szabadságharc erdélyi hadszínterein életét vesztette. Piski Hunyan megyében Déva közelében van. A szabadságharc idején jelentéktelen kis falu, ma Sziméria néven vasúti csomópont, hanem stratégiai fontosságú hely, ugyanis Piski közelében a Maros völgye összeszűkül, s egy természetes sorompó, a Marosba ömlő Strigy folyó is elzárja keresztben a völgyet. A terepviszonyok miatt egy igazán nagy hadsereg ki sem tud itt bontakozni. Ilyen helyeken szokták a kicsinyden elszánt hadseregek a nagy ármádiákat feltartóztatni. Bem serege pedig elszánt volt, hisz a vizaknai csatavesztést követően végig hátráltak. Ezért is mondta Bem a Piski csata előestéjén katonáinak, hogyha a híd elveszett, Erdély is elveszett. A csata váltakozó hadiszerencsével
órákon át zajlott. A fahíd, amelynek birtoklásáért folyt a küzdelem, nincs már meg, áll viszont még a hajdani híd melletti régi csárda, amelyért egy adott pillanatban közelharc bontakozott ki a honvédek és a császáriak között. Itt, a híd és a csárda közötti küzdelemben golyótól találva kapott halálos sebet Lozenau ezredes is, akinek emlékére utóbb bajtársai kőoszlopot emeltek Gyulafehérvárt. Az ütközet végül Alkonyattájt a császári sereg visszavonulásával ért véget. A Piski csatát Bem tábornok egyik legnagyobb győzelmeként tartja számon a hadtörténet. Elsősorban a következményei miatt. Bem megszabadult üldözőitől és septében rendbeszedett csapatai élén visszatért Erdély belsejébe, hisz a hadjárat még nem ért véget. És ez a Piski győzelem tette lehetővé számára, hogy egy hónappal később egy ügyes manőverrel elfoglalja a császáriak fővárosát, Nagyszebent. Minek következtében az osztrákok és szövetségeseik, az orosz csapatok szorultak ki Erdélyből a Kárpátokon túlra. Az egykori eseményekre sokáig emlékeztek a helybéliek. A városka fölötti hegyről például jól belátható az egész csatatér. A hagyomány szerint Bem innen szemlélte az ütközetet, innen osztogatta parancsait. A szabadságharcot követő időkben egy emlékoszlopot is állítottak ide. A Piskii csata emlékére 1882-ben közadakozásból egy 9,5 méter magas kőobeliszket állítottak. Az 1848-as ütközetbe, amelyiket Bem tábornok vezetett a Piskii hídnál, innen erről a helyről vezényelte a magyar seregeket, a forradalmi seregeket. És a vármegye ennek az emlékére épített itt egy emlékművet. És hogy került ez az emlékmű ilyen darabokba, ilyen romokba álljon? Hát az vasgárdista uralom idején 1939-40-ben lebontatták, és nagybátyám Pataki Pál építési vállalkozónak adták, hogy helyébe építsen ide egy bunkerszerűséget, amiről a repülőgépeket figyelték volna meg. A köveket elvitték a mi kertünkbe ökrös szekerekkel, és ott voltak egészen 1949-ig, amikor is arról volt szó, hogy visszaépítik, és visszaszállították ide őket, de csak elkezdték az újra építését, és aztán abban maradt az egész mostanáig. Az emlékmű helyreállítására nem került sor azóta sem. Sőt, az egykori emlékmű szanaszét heverő, faragott kövei is eltűntek innen az utóbbi évek folyamán. A szabadságharc idején az akkor zömmel 100 lakosságú Nagyszeben a császári közigazgatás és a katonaság központja volt. Polgárosult lakossága a várost kerítő középkori várfalak védelmében többre értékelte az osztrák közigazgatás jelentette biztonságot és nyugalmat a forradalmi idők zűrzavarainál. A szabadságharc távoli eseményei kósza hírekként érkeztek a városba. Hol a császári sereg győzött és szorította meg a honvédeket, hol fordítva Bem győzött és kergette meg Puchner tábornok csapatait. Ejnye. Hanem egy adott pillanatban, 1849. március elején Bem és csapata kisiklott az őt Segesvárnál bekeríteni akaró osztrákok gyűrűjéből, gyorsított menetben Szeben előtt termettek, és elfoglalták a viszonylag gyengén védett várost. A honvédek északról törtek be az akkor fallal kerített Nagyszebenbe. A Vizaknai kapun
ennek az utcának a végében, ott az a nagy szürke épület van, ott állott, valamint az Erzsébet utcai kapun. Az Erzsébet utcai kapu tőlem balra egy kis utcának a végében volt. Ezek a kapuk ma már nincsenek meg, mégis régi rajzok alapján fogalmat alkothatunk magunknak arról, hogy milyenek lehettek. Ez volt a Vizaknai kapu, ez pedig az Erzsébet utcai kapu. Élt Szeben városában a 19. század derekán egy pékmester, Johann Böbel, aki szenvedélyesen szerette a városát, és rajztehetsége is volt, így megörökítette az utókor legnagyobb örömére a város középkori hangulatát őrző kapukat, bástyákat, tornyokat. Nem is annyira az ózsdi falak jelentettek akadályt, hanem a szívós védelem. A tét nagy volt, a meglepett várost csak utcai harcok nyomán sikerült elfoglalni. A hadiszerencse, az osztrák főerők hiánya ezúttal a magyar szabadságharcosoknak kedvezett. Győzelmük jelentőségét az adta, hogy a város elfoglalásával birtokukba került az ellenség jó szerint minden tartaléka, fegyverek, lőszer és élelmiszer. És hát az ellenséges főváros elfoglalásának megvolt a lélektani hatása is. Ezután nem csak a katonai, hanem a magyar forradalommal szembeni szász, illetve román polgári ellenállás is érezhetően csökkent. Az elkövetkezőkben 1849 tavaszán és nyarán voltak még kisebb-nagyobb csatározások Szeben falai alatt, de jelentőségében egyik sem mérhető a város március 12-i elfoglalásához. Nagy Szebenből Bem megkezdhette Dél-Erdély teljes megtisztítását az osztrák és a velük szövetséges orosz csapatoktól. Egy heti szüntelen csatározás nyomán, amelynek eredményeként ellenségei jobbnak látták, vagy kénytelenek voltak a Kárpátokon túl Havasalföldön keresni menedéket, Bem elfoglalta Brassót is. Innen jelentette Kossuthnak, hogy hadai megtisztították Erdélyt az ellenséges csapatoktól. Bem Brassóban a városközpontban szállt meg. Itt rendelkezett a Déli-Kárpátok átjáróinak katonai védelméről, és itt fogalmazódott meg híressé vált kiáltványa a több nemzetiségű Brassó polgáraihoz, illetve a polgárháborús Erdély népeihez. Így fogalmazott: magyarok, szászok és románok, nyújtsatok egymásnak testvérileg kezet, távoztassatok minden nemzeti gyűlölséget, és boldogok lesztek. Szavai messze megelőzték korukat, és ma is inkább jámbor óhajként hangzanak. 1849. március 20-án a honvéd csapatai élén belovagolt Bem erre a térre. Itt ebben a házban, Samuel Kristóf házában, a Kristóf házban, ahogy később nevezték, és akkor is így nevezték, itt szállt meg. Erről az elkérő beszélt a brassóiakhoz, románokhoz, magyarokhoz, szászokhoz, és ezek meg is éjjenezték őt akkor. A háborús indulatok csillapultával 1895-ben a brassói szász evangélikus egyház Bem egykori szállásán emléktáblát helyezett el. Nem mindennapi gesztus, mert igaz ugyan, hogy Bem tábornok békejobbot nyújtott a brassóiaknak, de mégiscsak ellenségként érkezett a városba. Hanem az emléktáblának elég hányatott sorsa lett. A II. Világháború küszöbén a vasgárdisták eltávolították az épületről, csak napjainkban került vissza a helyére. Orosz József, a Kelemen Lajos Művelődő Társaság alelnöke, ő találta, ő kutatta fel a megyei történeti múzeumban, és ő többször kérte onnat, hogy visszahelyezzük ide, ahonnan levették. Több éves kérvényezés, mindenféle
helyi csatározás után sikerült feltennünk 2008-ban. És a százesztendős szász emléktábla alá a kapuajba került egy modern is, amely 6 nyelven tudatja, hogy a szabadságharc hős tábornoka itt szállt meg. Az Erdélyből kiszorított osztrák és orosz hadak természetesen nem nyugodtak bele vereségükbe, rendbeszedve soraikat, az első adandó alkalommal megpróbáltak visszatérni Erdélybe. Erre persze Bem tábornok is számított, amikor a szorosok védelméről rendelkezett. Az egyik leghevesebb küzdelemre itt Predál közelében a Tömösi szorosban került sor, 1849. június 19-én és 20-án. 5000 székely állta el a szorost a 27000 főt számláló orosz főerőkkel szemben. Az ötszörös túlerő ellenére kitartottak, ameddig csak lehetett. Ameddig egy brassói erdész vezette orosz csapat a havason, úttalan utakon a hátukba nem került. Akkor, mielőtt végképp bekerítették volna őket, meghátráltak. A csatát túlélők visszatértek Háromszékre. A Tömösi szorost elálló Dombháton, ahol a honvédek utoljára próbálták megállítani az ellenséget, 1881-ben a Magyar Mérnök és Építész Egyesület emlékművet emelt. S annak dacára, hogy a brassói magyarok március 15-én kikijárnak a tömösi hősök emlékművét megkoszorúzni, az építményt nem is olyan könnyű megközelíteni. Szerencsére, mondhatnók, a mai vitéz műemlék rongálókra gondolva. A tömösi szoroson beözönlő ellenforradalmi seregek másnap már Brassóban voltak. Tehették, nem volt semmi ellenállás. Azaz, mégis. A Brassót környező hegyek, dombok egyikén egy kis vár védte északról a várost, a Fellegvár. Ennek őrsége nem egészen 200 fő volt. Gyakorlatilag semmi, de semmi esélyük nem volt megállítani a 140-szeres túlerőben levő, jól felszerelt orosz hadsereget, mégis úgy döntöttek, hogy nem adják meg magukat harc nélkül. Ilyen furcsa dolgok történtek akkoriban. A hegyről a bevonuló ellenség közé ágyúztak hát. Az orosz parancsnok inkább meglepődött. Vissza is lövetett és megadásra szólította fel a védőket, akik ellenben tovább lövöldöztek odafentről. Végül, látva, hogy nem nyugszanak, a közeli hegyekben hadrendbe állítva ágyúit komoly ostromra adott parancsot, mire a Fellegvár védői letették a fegyvert. Mind a 180-an. Már 2002-ben az Apácai Csere János Közművelődési Egyesület pályázatot nyert egy emléktábla felállítására. Persze rám hárult a szükséges dokumentáció elkészítése és az engedélyek beszerzése. Már ott ütköztünk bizonyos problémákba. Egyik a várúrnak a beleegyezése. Bocsánat, hogy a várúr? Tehát a vár az Brassó város tulajdona volt mindig, de 90 után az új nomenklatúra rátette a kezét, és 25 évig használták, annélkül, hogy egy cserepet is helyre tettek volna, tessék megnézni, körbejárni, gyönyörűen romladozik. És ez a várúr, ez a nomenklaturista, ő bizony nem engedte meg, mind saját tulajdonát kezelte. Telekönyvezte is. Aztán idővel a Brassó városa pert indított, hogy visszaszerezze. Most nem lakik benne senki. Persze mielőtt ez megtörtént volna, már amikor szó volt, hogy a város átveszi pertot, és neki mivel nem jövedelmezett, és nem tudta jövedelmezővé tenni, csak lelakta, hát akkor elment innen, és akkor feltettük az emléktáblát. Most már városi polgármesteri beleegyezéssel.
Modern brassói várúr önkénye és szeszélye egy évtizeddel hátráltatta az emléktábla elhelyezését. Tanulság nem kell feladni. De visszatérve a szabadságharc eseményeihez. A forradalmi seregek leverésére érkezett orosz csapatok és Bem seregek közötti legemlékezetesebb összecsapásra Segesvár közelében került sor 1849. július 31-én. Emlékezetes, jó szerint azért, mert a csatában a forradalom költője Petőfi Sándor is elesett. Erre kívánt emlékeztetni a segesvári várban 1897-ben felállított Petőfi szobor. Ez a szobor az első világháború idején visszakerült Magyarországra. Megvan ellenben a Segesvár melletti Fehéregyházán a vesztett csata tömegsírjai között emelt emlékmű. Van viszont az egykori segesvári csatatéren egy emlékmű, amiről ma már jóval kevesebben tudnak. Ezt a sebesült oroszlánt ábrázoló emlékművet Grigori Jakovlevics Karjatin orosz tábornok családja állítatta azon a helyen, ahol a segesvári csatában a tábornokot halálos lövés érte. Akkor, jó másfél évszázaddal ezelőtt csupasz, hüves dombhát volt ezen a helyen. A terjeszkedő Segesvár szélső házai csak a legutóbbi években érték el a hajdani csatatér területét. És van még egy emlékmű, amely ugyancsak a segesvári csatára emlékeztet. A Fehéregyházához közeli héjas falban állították fel, az országút mellett 1901-ben. Története a következő. A segesvári vesztett csata utolsó perceiben Bem serege Fehéregyházán át héjashalva, illetve a Székelyföld irányába menekült. Az orosz lovasság üldözte a futókat. Zeig Domokos, 32 éves százados, többet magával megállt, visszafordult, hogy fedezze a menekülőket. Közelharcban sikerült megállítaniuk az üldözőket. Többen közülük elestek. Zeig százados, amiután kardja eltört, hogy fogjul ne ejtsék, pisztolya utolsó lövésével végzett magával. A romantikus 19. században a haza bölcsének nevezett Deák Ferenc mondta volt, hogy az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény. De mi a pragmatikus 21. században élünk.